Kulcserdőző, négyszeres olimpiai bajnok, párbajtörvívó, mesteredző részére példamutató sportpályafutásáért, több olimpiai bajnok sikeres felkészítésében végzett kimagasló edzői tevékenységéért a fővárosi közgyűlés 2016. november 17-én Pro Urbe díjat adományozott. Hát ez nagyon meglepő volt, ugye, mert Pro Urbe díjat vagy politikusok kapnak, vagy olyan művészek, írók, színészek, költők, akik de facto a városért tesznek valamit. Jól esett, nagyon ültem neki. Úgy valahogy meg is tudtam magyarázni magamnak, hogy én már 71-nány éve budapesti vagyok, és láttam, amikor ez a város hát dögrováson volt, 45-ben és 56-ban is, hogy milyen rettenetes állapotok voltak. És ma este, amikor minden este, amikor innen hazamegyek, mindig a Margit hídon megyek át, hát valami csoda, valami ékszer, a világ legszebb városa. Kulcsárgyőző 15 évesen kezdett vívni egy iskolai tanfolyamon. 1957-től az Újpesti Dózsa versenyzője lett, majd a Vasasba került. Tör és párbajtörvívásban egyaránt versenyzett, de kiemelkedő eredményeit párbajtörvívásban érte el. Máig ő minden idők egyik legsikeresebb párbajtőrözője. 1985-ben vívó mesteredzői oklevelet szerzett. 1954-ben a budapesti József Attila gimnáziumban egy ködös délelőtt beállított, meg nem mondom, hogy kicsoda, és megkérdezte, hogy nem akar-e közülük valaki vívóvá válni, vagy vívó tanfolyama jelentkezni. Tehát egy páran ott budai srácok összeálltak, igen, mi szeretnénk elmenni. Ez így indult, egy olyan másfél-két év múlva elkezdtek jönni ilyen kis picike eredmények, hogy junior szinten valami, meg harmadosztályú szinten, másodosztályú szinten. És akkor már ott kezdtek jobban figyelni az emberre, hogy ebből lehetne valamit még faragni, ugyanha baltával is, de faragták az embereket. Csak a baj az volt, ugye, hogy 56-ban a szakosztály megszűnt, és akkor az egész, hát nem az egész, volt jó része átkerült ide a Vasasba, ahol most itt fönt van egy másik terem, most aerobikoznak, meg ilyen női hosszaszáré van, ott volt a vívóterem, és akkor ott találkoztam a Vas Imre nevű vívómesterrel, és inkább azt mondhatnám, hogy onnantól kezdve kezdődik az én vívóval válásom, mert ő valamit meglátott bennem, meghívtak minket a junior válogatott keretbe, ő a felnőtteknél dolgozott, összehívott minket ide a klubhelységbe, és közölte velünk, hogy mi vagyunk az ő láncos kutyái, és egyetlen dolgunk van, hogy a mostani felnőtt válogatott versenyző sarkát harabdáljuk, és minél előbb kajáljuk meg őket, és menjünk a helyükre. Ez egy roppant összetett sport. Ugye egyrészt maga a mozgás, amit itt alkalmazni kell, az nem egy természetes mozgás. Minden mozdulatot külön meg kell tanulni. Tehát a vívó az nem úgy megy, nem úgy lép előre, ahogy az utcán az ember egyik lábát a másik után rakja. Előre rakom az egyiket, aztán mögé rakom a másikat, vagy hátrafelé hátrahelyet és mögé. Tehát mindent meg kell tanulni. Ajaj, elfogyott a kakaó. Egyszerűen érzékelhető, hogy amikor van egy olimpiai siker, akkor lényegesen megnő a jelentkező gyerekek száma, ami nagyon helyes és nagyon jó, és ebbe a médiának rettenetesen komoly szerepe van, mert ha nem mondják meg, hogy a Szilágyi Áram vagy a Szászemesen nyert, akkor senki nem tudja, nem jönnek el vívni. Arról sose álmodok, hogy nyertem, vagy adtam egy szép puszt, vagy én vagyok az első, vagy állok a dobogón. Soha a büdös élet. Ha már álmodok, akkor mindig, hogy ezt elrontottam, miattam kikapott a csapat, hogy lehettem ilyen hülye, hogy ezt a túlst nem én adtam, és az ember verejtékbe ébred. Ez valami borzadály, és nem tudom, hogy lehetne ezen változtatni, de ez egy évben egyszer mindig összejön, még azóta is. Borzasztó lesz. Körfügy, kötés, túlán. Egész versenyzői pályák után végig kísérte egy
tényleg ökörség, de babona, már ilyen, a babona csak egy ilyen dolog, hogy ugye a találatjelzőgépbe egy ilyen karabinerrel kell hátulról beakasztani egy karikába a vezetéket. Na most ez nekem kényelmetlen helyen van, a jobb kezemben van a fegyver, az ügyetlen kezemmel kellett ott beakasztani valahogy. Ha háromból nem sikerült beakasztani ő, akkor nagyon nagy baj van. Akkor itt ajaj, vége van, elvesztettem ezt az asszót, vége. És sokszor be is jött sajnos. Úgy figyeltem, hogy beakadjon házon, hogy az nem igaz. Hát egy gyerekes dolog, de mindenkinek van valami. Igen. Csel! Rendítsek!